Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét innen a kályham elől, és egy olyan lehúzási formát szeretnék nektek bemutatni, ami határokon átnyúl, és elsőben nem is gondolnád, hogy lehúzási forma, mert olyan sem kecsegtet, ami jó befektetésnek tűnik, és bőven megéri. Ez pedig nem más, mint az érme vagy érem. Magyarországon is van egy erre szakosodott cég, ne beszéljünk a nevéről, nem különösebben érdemes, aki egy kicsit is beleássa magát a dologba, az úgyis hamar rájuk fog találni, semmit nem érdemes venni tőlük, ugyanis ló sem ér. Na, de aztán itt Németországban is megtaláltam ennek a megfelelőt, ez pedig az MDM Deutsche Münze nevezetű cég, akik most egy olyan ajánlattal kecsegtetnek, hogy vegyél tőlük ezüst érmét, amit ők pénznek is neveznek, valamint az utolsó Erzsébet királynős, és érmének nevezik, és fantasztikus bevezető áron most csak 29 euróért árulják, de a későbbiekben ebből egy egész sorozat lesz, 15 darabos, aminek 60 euró darabja. Na, most jön azt, hogy megmutatom nektek, hogy hol van ebbe az óriási nagy átverés, főleg, hogy már az első darabot úgy hirdetik, hogy 30, az 30 euróval olcsóbban tudod megvenni. Következzenek a képek! Na hát, ezek voltak, az ő, ezek voltak, az ő, hirdetéseik, és akkor most lássuk azt, amit én vásároltam, mennyiért, amit, és mennyiért, amit számlával is tudok igazolni, valamint hát itt is láthatjátok most majd a képeken. Hajrá! Elsőre, elsőre szeretném nektek bemutatni a sorozatuknak a nyitó darabját, hát, róla lenne szó, ott a királynő, ez pedig a Britannia nevezető, ők ezüstérmének mondják. Ez valójában nem ezüstérme, hanem egy egész egyszerű befektetési ezüst, és mutatom róla a számlát is. Britannia egy unciás ezüst, 2022, és ott a számla. 28 euró 19 cent, plusz szállítás 6 euró 90 cent, így jött ki 35 euró és 9 centre, és ott a bélyegző rajtunk szállítási dátum, december 30. Ismétlem, 28 euró cent. Nos, tehát tulajdonképpen amit ők árulnak, az nem más, mint befektetési ezüst, amit azért, hogy jobban nézen ki és kívánatosabb legyen a szemnek, ilyen szép kis formába vernek a kibocsájtók. Ebből ugye van kismillió féle, kismillió darab, nem túl nagy ár különbözetekkel a nagy része, 2-3-4 eurós árkülönbséggel meg lehet venni. Ők, amit sorozatnak hirdetnek, a további darabjait pedig 60 euróért gyakorlatilag, ez egy bőven duplájáért próbálják meg aladni. Úgyhogy azt levaslom, ha ebbe belefutnátok egy ilyenbe és Németországba, semmiképpen ne vegyétek meg, ugyanis erre nagyon jó oldalak vannak, ahol befektetési ezüstöket fog tudtok venni. Én mindjárt ajánlok egyet, silvercorner.de hogyha ennyire az ezüsttel akarsz foglalkozni, vagy aranyjal, vagy egyéb más befektetési fémekkel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!